Akkor ülési sorrendben mutatnám be őket, jó? Tisztelettel köszöntjük körünkben Radványi Gábor urat, 10. kerület alpolgármesterét. Tisztelettel köszöntjük körünkben dr. Vető Marietta alpolgármester asszonyt a 7. kerület önkormányzat nevében, és engedje meg, hogy boldog névnapot kívánjak, mert úgy tudom, hogy ma ünneplik a Mariettáka névnapjukat. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a Danon Kft. Ügyvezető igazgatóját, illetve a régió igazgatóját is egyben, Paolo Maria Tafurit. Szeretettel köszöntjük partnerszervezeteink képviselőit is. Kubányi Jolánt, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét. Szeb Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnökét. És Berta Barnát, a GYEP, azaz a Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványának munkatársát, önkéntes munkatársát. Tisztelettel köszöntjük még körünkben Stefán György urat, a 7. kerületi tankerületi igazgatót, illetve engedjék meg, hogy bemutassam még Kis Zsuzsánát, a Danon Kft. Munkatársát, aki a tolmácsolásban lesz. Nagyon aktív segítségünkre. Gyermekeink egészsége, jövői kulcsa is egyben. Én még emlékszem egyébként Kovács Robert polgármester úr, a 10. kerületi polgármester úr szavaira, amit 2 évvel ezelőtt hangzottak el, miszerint a gyerekek egészséges életmódra nevelését nem lehet eléggé korán kezdeni, és valójában a gyermekkor erre kitűnő éveket is jelent egyben. És valóban, hogyha belegondolunk, akkor elsősorban rajtunk szülőkön múlik, hogy milyenek lesznek a gyerekek, mennyire lesznek egészségtudatos felnőttek, és igazából mi magunk taníthatjuk meg nekik, hogy mit jelentenek valójában az egészséges élelmiszerek, mit jelent a helyes, változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás, melyek azok a mozgásformák, amelyek valójában örömet jelentenek a számukra, és mik azok az aktív szabadidős tevékenységek, amelyek együtt tudunk végezni, legyen szó akár egy biciklizésről, vagy egy túrázásról, vagy közös úszásról esetben. Természetesen mindannyian jól tudjuk, hogy nem csak nekünk szülőknek van szerepünk és felelősségünk ebben, hanem a társadalom minden szereplőjének is, így a nevelési, oktatási intézményeknek, a kormányzati szerveknek, a szakmai és civil szervezeteknek egyaránt, és valójában a vállalatoknak, nagyvállalatoknak is. Ezt felismerve a Danon Kft. Több mint 2 évvel ezelőtt indította az egészséges életmódra nevelő programját, melynek során az elmúlt 2 évben a gyerekek, illetve a pedagógusok is rengeteg programban és élményben is vettek részt egyaránt. De hogy valójában mit is jelentett ez a 2 év a számunkra, mit jelentett nem csak a Danon számára, hanem a gyerekek és a tanárok számára, arról készítettünk egy rövid kisfilmet önöknek, kérem tekintsék meg.